Jó napot kívánok mindenkit, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, igen tisztelt polgármester úr, kedves képviselő úr, képviselőtársaim, mindazok, akik Gyulaváros meghívását elfogadva ma ennek az alapkörletételnek a részesei lesznek, abban a reményben, hogy legkésőbb egy év múlva ugyanitt ünnepelhetjük meg majd ennek a közös munkának az eredményét. Szeretném először is megköszönni a lehetőséget, hogy Önökhöz szólhatok, és szeretném azt elmondani, hogy mekkora felelősség a magyar kormány számára egy polgárváros támogatása. Mekkora felelősség az, hogy 2010-ben a parlamenti választások alkalmával és a helyhatósági választások alkalmával is Gyulaváros polgárai kétharmados támogatásukról biztosították a Fidesz-Magyar Polgári Szövetséget, képviselőjelöltjeit, illetve polgármesterjelöltjét is. Mi ezt a bizalmat az elmúlt 4 esztendőben igyekeztünk meghálálni, és azt remélem, hogy ezt a gyulai polgárság, Gyulaváros polgári közössége fogja értékelni. Az elmúlt 4 esztendőben Gyulavárosát a magyar kormány 35 milliárd forinttal támogatta, amelynek egy újabb lépése a mai lépés, amikor is az európai adófizetők és a magyar adófizetők közös áldozatvállalásának eredményeképpen 2 milliárd forint támogatásban részesül az Almási kastély felújítása. Természetesen a gyulai polgároknak semmi nem elég, ezért néhány perccel ezelőtt polgármester úr és képviselő úr közrefogott, és legalább egy 15 milliárd forint további támogatást akart belőlem kicsikarni, ami majdnem sikerült is, de szerencsére a sajtó munkatársai megmentettek a polgármester és a képviselő kezei közül. De azt tudom ígérni, a jövőre nézve is, hogy a magyar kormány reményeink szerint a jelenlegi magyar kormány és a jövőbeni magyar kormány, ami ugyanaz lesz, igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy Gyulaváros polgárai jó szövetségesként számíthassanak a magyar kormányra és a parlamenti többségre. Mondom ezt azért, mert ma Magyarország jó néhány vidéki települése keresi a helyét és keresi a szerepét, hogy a következő 10 esztendőben hogyan tudja megtartani a polgárságát, hogyan tud az itt élők számára életlehetőséget jó életminőséggel biztosítani. A mai fiatalság számára ez különösképpen fontos dolog, hogyan tudunk a mai 20-as, 30-as generáció számára egy élhető Gyulát teremteni, egy olyan polgári közösséget, amely a megélhetés és a boldogulás lehetőségét hirdeti. Én azt hiszem, hogy Gyulaváros megtalálta a helyét és megtalálta a szerepét. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Gyulaváros lett a délalföldi régió turisztikai központja, egy olyan turisztikai központ, amely megélhetést és lehetőséget biztosít az itt élő polgárok és a környékbeli lakosok számára. Mondom ezt azért, mert Magyarország 10 legfontosabb turisztikai látványossága és célpontja közé tartozik ma már Gyulavárosa. A kormánynak érdemes volt ide befektetni, érdemes lesz a jövőben is megtenni ezt. A gyulaiak pedig büszkék és nyugodtak lehetnek, hiszen a város vezetése megtalálta a város jövőjét. Nem csak a turisztikai beruházások segítségével, hanem szimbolikus jelentőségű ügyet fölkarulva a gyulai húskombinát az agráriumban élők és a környékbeli mezőgazdaság számára is komoly esélyt és lehetőséget tartogat magában. Ami pedig ezt a felújítást illeti, engedjék meg, hogy hagy figyelmeztessem a jelenlévőket arra az adósságra, amely Magyarország adóssága az épített műemlék együtteseinkkel kapcsolatban. Az elmúlt 24 esztendőben nagyon kevés pénz és figyelem jutott az építészeti örökség gondozására, és különösképpen nagyon nagy veszteség érte a kastély együtteseinket, azokat a muzeális értékű, kimagasló jelentőségű építészeti együtteseket, amelyek az elmúlt 300-400 esztendő tanúbizonyságai, annak a tanúbizonyságai, hogy egykoron mégiscsak építészeti, kulturális és életforma vonatkozásában Európa szerves részei lehettünk. Nem olyan régen a magyar kormány egy kastélymentő programot indított el, amelynek keretében most egy 20 milliárdos támogatási összeggel zajlik jó néhány kastély felújítása, funkcióváltása és új szerepének megtalálása. Félreértés ne essék, ezek az épületek nem egy család életformáját szeretnék ma újra rekonstruálni, hanem ezeknek a beruházásoknak, rehabilitációknak az a célja, hogy a közösség rendelkezésére legyünk képesek bocsájtani ezeket az épületeket. Mindenhol az a cél, hogy egy közösség vegye birtokba ezeket a létesítményeket. Edelény városában a kastély felújítása, Fertődön egy
nagyon jelentős közép-európai intézmény létrehozása, a Keszthelyi Festetics kastély felújításának kitűzése, a magyar kormány legutóbbi döntései, és ma pedig a délalföldi régió egyik jelentős műemlékéhez járulunk hozzá 2 milliárd forinttal, bíztatva Gyula városát arra, hogy a vár, a várfürdő és a kastély együttes további bővítését és fejlesztését tűzze ki célul, és ehhez kérje a kormány segítségét. Tesszük ezt azért, mert példátlan törekvés az, amit Virág Zsolt vezetésével a programot fölkarolók itt célul tűztek ki, hiszen egy kastélymúzeum jön létre, amely alkalmat biztosít arra, hogy Gyula város szembenézzen egy család történetén keresztül a saját történelmével is, hiszen itt meg fog elevenedni a 17. század vége, a török kiűzése, azoknak a családoknak a szerepvállalása, akik osztrákból magyarrá válva a 18. században ennek a környéknek a fölvirágzásához, Mária Terézia betelepítő programjának a sikeréhez, Békés megye újjáélesztéséhez nagymértékben járultak hozzá. Föl fog elevenedni az a 18. századi építészeti, épület, művészeti bútor kultúra is, amely az európai világ egyik legértékesebb világa, és amelynek Magyarország is részese volt a 18. században, és ma már nyomait sem találjuk, főleg nekünk nehéz itt a délalföldi régióban, akik sokat veszítettünk az elmúlt 60-70 esztendőben, egyébként is szegényebbek voltunk építészeti műemlékek tekintetében. Aztán meg fog itt elevenedni a reformkor Jókai Mór sorai segítségével, hiszen az Egy Magyar Nábob és a Kárpáti mű az, amely emléket állít annak a Wenckheim családnak többek között, akik részben birtokolták ezt az épületet és hozzájárultak a magyar irodalom kiváló alkotásához, saját élettörténetükkel, saját sztoriukkal. Meg fog elevenedni az 1848-as forradalom és szabadságharc lezárása. Látni fogjuk a 19. század végi gazdasági föllendülés, hogyan gyarapította nem csak egy család, hanem egy város közönségét. És természetesen a két világháború közötti világ pusztulásának is tanújelei lehetünk akkor, amikor látni fogjuk, hogy mi történt az 1945 utáni években ebben az épülettel, mi történt a családdal és mi történt ezzel a közösséggel. Páratlan vállalkozás, hogy a legmodernebb 21. századi infotechnológiai eszközök segítségével a legfiatalabb generációk számára is be fogunk mutatni egy történetet, Gyulaváros történetét, egy család történetén keresztül. Természetesen ennek nem csak minden erényével, hanem hibáival és ellentmondásaival együtt is, amelyből sok tanúság levonható. Például az a tanúság mindenféleképpen levonható, társadalmunk mai jómódú gazdag polgáraira nézve, hogy a vagyon az nem csak lehetőséget, hanem felelősséget és kötelességet is jelent. Ez a múzeum együttes emléket fog állítani annak, hogy ebben a közösségben, Gyulavárosában a tehetős polgárok és azok a családok, akik ezt az épület együttest birtokolták, folyamatosan fontosnak tartották nem csak a gyarapodást, nem csak a gazdagodást, hanem az ezzel járó felelősséget és kötelességet, hogy felelősséget vállaljanak és kötelességet vállaljanak azért a közösségért, amelyben élnek. Ez azt hiszem példa lehet mindannyiunk számára. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek figyelmükkel.